új matricák. A héten már az új energiacímkékkel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben. Gyepi helyett Menhely. Március 1-től a Jeromos Egyesület látja el az eberendészeti feladatokat a városban. Megtört a jég. Hosszú idő után először tudott diadalmaskodni a Bácska felnőtt csapata. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 2-ai keddesti híradója már is kezdődik. Márciustól új energiacímkékkel látták el a háztartási gépeket, televíziókat és a fényforrásokat. Hétfőtől kötelező az új matricák használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, amelynek célja, hogy ezáltal átláthatóbb és könnyebben értelmezhető információkhoz juthassanak a vásárlók. A címkén egy QR-kód is található, amely közvetlen összeköttetésben van az Európai Bizottság termékadatbázisával. Energia besorolást jelző címkékkel 2010 óta találkozhatunk a háztartási eszközök, a televíziók és a fényforrások felületén. Ezek a matricák a tájékozódásban és a tudatos döntésben segítik a fogyasztókat, hiszen a termékek ára mellett az is fontos tényező a vásárlásnál, hogy mennyit fogyaszt az adott eszköz. Március 1-től azonban ezek a plusz jelzéssel ellátott energiacímkék lekerülnek a gépekről. Ezeket egy egységesebb, A-tól G-ig terjedő skála váltja fel. Tettünk egy kört a városban, hogy megtudjuk, a bajaiak figyelnek-e az energiatakarékosságra vásárláskor, valamint a változtatással kapcsolatban is kíváncsiak voltunk a véleményükre. Ha a jelzésen nem vagyok tisztában, akkor megkérdezem az eladót, hogy ha van két vagy három ugyanolyan, hogy melyik az, amelyik energiatakarékosabb, és akkor inkább egy pár ezer forinttal többet rászánok, de az bejön hosszabb távon. Ahhoz mit szól, hogy tegnap óta megváltoztak az energia címkék a háztartási eszközökön, átláthatóbbá próbálták tenni, a régi helyett most már új néhány betűs címke jelzi az energiafelhasználást. Önnek mi a véleménye így első pillantásra? Hát ott sokkal áttekinthetőbb a szemnek is, rögtön ahogy ránéz az ember, jobb. Szerintem biztos, hogy valamire alapozták ezt az új rendeletet. Mondjuk itt nagyon-nagyon sok energiaosztály volt az előző címkén, és ez egy kicsit áttekinthetőbb szerintem, hogy kevesebb választási lehetőség van, de én mindig az energiatakarékos, tehát én mindig azt választom. Ebben az üzletben a hűtőkön például már a módosított besorolás szerepel. A címkéknél ugye eddig, ami A pluszos energiabesorolást kapott, az most F kategóriába sorolták vissza. Ezáltal ugye törekednek majd a gyártók is, hogy minél jobb besorolásba helyezzék el magát a készüléket is, tehát próbálják rá kényszeríteni a beszállítókat, hogy minél energiahatékonyabb gépeket gyártsanak. Az új címke kihelyezésére 15 napjuk van a boltoknak, amelyet az eszközön jól látható helyre kell helyezniük, mondja Vadai Arnold. A többi árucikken azonban egyelőre még a pluszos tájékoztató látható. A szabályzás december 1-ig hagyott erre lehetőséget a beszállítók felé, hogy a régit használják, mert nagyon sok készülék ugye 2020. december 1-je előtt került forgalomba, és ami így került forgalomba, azokban még sok esetben nincs benne az új tábla, és ezért van az, hogy az új rendeléseknél, most mivel van rá több mint fél év, ha beérkezik az új készülék, onnantól már kihelyezhető lesz az új tábla is. A módosított címkén az egyszerűbb besorolás mellett egy QR-kód is található, amelynek segítségével a vásárló pontosabb képet kaphat az eszköz napi, vagy akár éves fogyasztásáról, egyenesen a termék adatlapjáról. Magyarországon nagyjából fejenként 65 kg-nyi étel landol évente a kukában. Folytatódik a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pazarlás elleni programja a maradék nélkül.
Kassa Gyula, a program vezetője az elmúlt 4 év legfontosabb eredményeit ismertetve elmondta, a komplex oktatási program csaknem 300 000 gyerekhez jutott el a nyomtatott és az online letölthető oktatási csomagok révén. Bemutató foglalkozásokat, órákat 58 iskolában tartottak, amelyeken 1800 gyerek és 110 pedagógus vett részt. A program vetélkedőibe és játékaiba pedig 2300 gyerek kapcsolódott be. A Nébih közölte, a maradék nélkül program kutatási eredményei azt mutatják, hogy Magyarországon 2016 és 2019 között 4%-kal csökkent az egyfőre eső éves élelmiszer hulladék mennyisége, amely jelenleg hozzávetőlegesen 65 kg. A program részeként tematikus útmutatók is készültek a pazarlás csökkentésére szolgáló jó gyakorlatokról az élelmiszerfeldolgozók, a kereskedelem, a vendéglátás, valamint a civil szektor számára, tájékoztatott a Nébih. Egy modern állatotthont hozna létre a korábbi ebrendészeti telep helyén a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület. A civil szerveződés március 1-től vette át a kötelező gyepmesteri teendőket az önkormányzattól. A szerződés a várossal határozott időre, 1 évre szól. Március 1-ével már a Jeromos Egyesület végzi a Baja déli határában fekvő telep üzemeltetését, illetve a gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását is nekik kell biztosítani. Ezek közé tartozik a kóborebek befogása, az állati tetemek elszállítása és a terület felügyelete is. A bajai székhelyű 2020 őszén alakult egyesület tervei szerint olyan rendszert alakítanak ki, amely Baján is megoldást jelenthet azokra a problémákra, amelyeket eddig gyepmesteri feladatkörben nem lehetett ellátni, mondja dr. Helybülné Cserba Erzsébet. Az ide bekerülő kutyák 2 hétre karanténba kerülnek, ez idő alatt jelentkezhet értük az eredeti tulajdonos, majd gazdikeresővé válnak. Minden kutyát ivartalanítva, oltva, csippelve szeretnénk örökbeadni. Oltva, csippelve eddig is voltak a kutyusok, de mi azt szeretnénk, ha ivartalanul kerülnének ki. Ennek a költségét mi fogjuk állni. Ez a 3 alapítvány, illetve egyesület, aki összefog, a Kutyabaja Alapítvány, a Jeromos Egyesület és az Útmentén Alapítvány, mi 3-an fogjuk ezt állni. Viszont itt a gazdiknak is kell vállalni a költségekből egy picit, az oltások, csipek, féregtelenítő árát fogjuk elkérni, mert ezzel tudjuk a működésünket fenntartani. A menhelyre a leendő gazdik mellett csoportokat, családokat, önkénteseket és diákokat is várnak majd. Ha pedig a vírushelyzet engedi, akkor rendezvényeket, előadásokat és családi napokat is tartanának. A férőhelyek számát legalább a 2-szeresére növelnék, ennek érdekében mobil kennelek beszerzését és kifutó kialakítását tervezik. Az épületben pedig egy állatorvosi kezelő és egy fűthető szoba is helyet kap, ahol a műtét után lábadozó 4 lábúakat őrzik majd. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az elmúlt 2 hétben a téli időszak végén keletkezett burkolathibák javítását végezte, amelynek során csak február 2. felében több mint 1600 tonna aszfaltot dolgozott be az országos hálózaton. Február 1. felében a rendkívül csapadékos, változékony és szélsőséges időjárás, valamint a fagyási és olvadási ciklusok gyakori váltakozása az országos közutakon is kedvezett a burkolathibák kialakulásának. A téliesebb időjárás végével február közepétől a ZRT 94 mérnöksége a lokális javítási munkákra helyezi a hangsúlyt, melynek során az elmúlt 2 hétben 227 tonna meleg és 1391 tonna hideg aszfaltot dolgoztak be a szakemberek. A következő hetekben még többnyire hideg, után tömörödő aszfalt felhasználásával végzik az ideiglenes javítási munkákat a szakemberek. Ugyanakkor egyes gyors forgalmi szakaszokon és főutakon, ahol a meleg aszfalt keverőtelepek nyitva tartanak, tartósabb beavatkozásokat is végeznek. A munkák első körben a gyors forgalmi utakon, majd a fő, végül a mellék és bekötő utakon zajlanak, előzetes ütemtervek alapján. A tartósabb javítások és a teljes körű felújítási munkák a téli szezon után március folyamán indulhatnak el.
Nem kell fizetni a bölcsödéért a nagycsaládosoknak, jelentette be a közelmúltban Novák Katalin. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, nem sok helyen van a világon ilyen ingyenes bölcsödei ellátás. Az intézkedéssel gyermekenként több 10 000 forintot spórolhatnak a 3 vagy annál több gyermeket nevelők. Sok családnak segítséget jelent, ha bölcsödébe adhatják a kisgyermeküket, azért mert a szülők dolgoznak, vagy az egyedülállók már az egészen pici gyermek nevelése mellett munkába állnak. Nem mindenhol vannak nagyszülők vagy olyan családtagok, akik segíteni tudnának a kicsik napközbeni felügyeletében, mondta közösségi oldalán közzétett videójában Novák Katalin. Éppen ezért bővítjük folyamatosan a bölcsödéket, emeljük a bölcsödei dolgozóknak a fizetését, és javítjuk a bölcsödéknek a finanszírozását is. Erről is szólt az elmúlt 10 év családbarát kormányzása. És van egy jó hírem is azoknak, akik nagycsaládosok, és nagycsaládosként valamelyik gyermekük bölcsödébe jár. Ez esetben ők mentesülnek a bölcsödei térítési díj megfizetése alól. Emellett a gyermek bölcsödés korában ingyenesen kapja a bölcsödei étkezést is. Az ingyenes gyermekétkezés lehetőségeit mutatja éppen Kis Tiborné. A Bajai Egyesített Bölcsödék intézményvezetője elmondta, a napi étkezés 490 forintba kerül a bajai bölcsödékben. Így az intézkedés értelmében havonta gyermekenként akár 10-11 000 forinttal több marad a nagycsaládosoknál. Többféle kedvezmény létezik ugye a 100%-os térítési díjkedvezményre, de ezt maga a nagycsaládosok részére 3 tag intézményünkbe, egyébként ez számomra is érdekes adat volt, akkor amikor megnéztem, hogy ez 22 fő családot, tehát 22 családot érint ez a kedvezmény. A nagycsaládosok jogosultak továbbá a családi otthonteremtési kedvezményre, azaz a csokra. Harmadik gyermek vállalásakor pedig 4 millió forinttal csökkenthetik jelzálog hiteltartozásukat. A negyedik és minden további gyermek megszületése után további 1-1 millió forint hitelelengedés jár. De igénybe vehetnek autóvásárlási támogatást, valamint 2020. január óta 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák SZIA mentességet élvezhetnek. Mindemellett jár nekik a családi pótlék, valamint egyéb adó- és járulékkedvezményeket is érvényesíthetnek, mint például a térítésmentes gyermekétkeztetés és az ingyenes tankönyvellátás. Digitális oktatásra állt át a Bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola a koronavírus fertőzés miatt március 1-től. A kiadott tájékoztató szerint mindhárom épületet zárlat alá helyezték a Szent Antal és a Malom utcában, valamint a Vörös Keresztéren is. A digitális oktatást pedig március 1-je és 5-e között engedélyezte az EMMI. Az iskola lemondta az étkeztetést is. Aki ezt mégis igényelné, az az ebédet a Radnóti Miklós kollégiumban, éthordóban átveheti, tájékoztatta a szülőket az intézmény vezetője, Erős János. Véget ért a rossz széria. Idegenben szerezte meg az idei év első győzelmét a Bajai Bácska FKE NB1B csoportos felnőtt együttese. A bravúros sikerrel közelebb került a csapat a szezonvégi rájátszáshoz. A Cservék Csaba vezette bajaiak az elmúlt 6 mérkőzésükön minden alkalommal vereséget szenvedtek, így már a rájátszásbeli szereplésük is komoly veszélybe került. A playoff eléréséért a továbbiakban szinte hibátlanul kell teljesítenie a Bácskának, Pongóék ennek tudatában utaztak vasárnap a fővárosba. A TF Budapest csapatával a szezon első felében már találkozott a Baja, akkor hazai pályánből 30 pontos győzelmet ünnepelhettek a sugópartiak. Most a fővárosiak kezdték jobban a találkozót, a fél időig úgy tűnt, továbbra sem találja a kiutat a Bácska. A harmadik negyedben látótávolságon belül került a csapat, a zárójáték részben egyenlíteni is tudtak a bácsmegyeiek, és a mérkőzés lefújásakor döntetlent mutatott az eredményjelző, így hosszabbításra került sor. Úgy gondolom, hogy most nekünk sikerült jobban a végjáték, a második fél és a rájátszásban nagyon jól küzdöttünk,
ezáltal tudtunk nyerni, tehát ugyanúgy játszottunk, csak most nekünk volt szerencsénk. A csapatmunkát bizonyítja, hogy a bajaiak közül többen is tudtak 10 pont felett teljesíteni, így a gárda szinte minden tagja hozzá tudott tenni a siker eléréséhez. A legtöbb egységet Jakab Péter jegyezte a hétvégi találkozón, aki a 33 dobott pontja mellett 11 lepattanót gyűjtött, 15 személyi hibát harcolt ki, és 38-as valérték került a neve mellé. Elég nehéz időszakon vagyok túl, megmondom őszintén, mert igen, úgy, ahogy mondod, van egy bokasérülés, ami azóta is hát beragasztással játszom, úgyhogy meg fájdalomcsillapítókkal, de hát muszáj játszanom, mert szükségem van rám a csapatnak. Hál' Istennek most ki is jött a lépés, és tudtam segíteni a csapaton. Nagyon örülök neki, hogy tudtunk nyerni, és így hozzá tudtam járulni a győzelemhez. A Bácska 8 győzelemmel és 11 vereséggel jelenleg a 9. helyen áll 3 győzelemre a rájátszástól. A csapat legközelebb szerdán lép pályára, akkor a MAFT, majd szombat este a hasonló mutatókkal rendelkező nagykörös vendége lesz az együttes. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Új matricák. A héten már az új energiacímkékkel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben. Gyepi helyett menhely. Március 1-től a Jeromos Egyesület látja el az ebrendészeti feladatokat a városban. Megtört a jég. Hosszú idő után először tudott diadalmaskodni a Bácska felnőtt csapata. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket. Szép estét és jó egészséget kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka foltokban köd képződhet. Erre nagyobb esély az ország északkeleti harmadán, illetve a Kisalföldön van. A nyugati, délnyugati szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, +2 fok között alakul. A fagyzugokban, hidegre érzékeny völgyekben, homokhátságokon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 14 és 18 fok között várható.